Gyerekkorában sprinter volt, aztán szögre akasztotta a cipőket, hogy 55 évesen vegye elő újra azokat. Lóki Tamásné nyugdíjba vonulása óta edz ismét, és szenior versenyeken is indul. Egyedül fut, edzésterv alapján készül. 55 éves koromban elmehettem el a nyugdíjba, az 90-ben volt, és utána elkezdtem versenyezni, mert akkor a 80-as évek második felébe kezdődött a szenior atlétika, és így bekapcsolódtam a versenyzésükbe. Na most ahhoz, hogy én versenyen tudjak indulni, láttam, hogy egymás utáni nap kell futnom, tehát akkor az edzésemet is úgy irányítottam, hogy minden nap edzettem. Fiatal koromban is sprinter voltam, tehát akkor ugyanazt folytattam. Hát ahhoz képest biztos, hogy sokkal kevesebbet bírok, és főként ami a sprinteket illeti, sokkal rövidebbeket bírok el. Hát eleinte csak magamtól, később aztán a Ferenczi Imre segített 25 éven keresztül. Két kört szoktam bemelegíteni, utána a gimnasztika, futóiskola, utána sprintelek valamennyit, de nem túl sokat, attól függően, hogy bírom. Mert mondjuk az ilyen szeles időt, azt nem szeretem. És utána még egy körlevezető. Marika néni családja mindenben támogatja őt. Ők már megszokták, hogy én mindig itt futok, és büszkék rám. Hát az unokám az kosarazik most pillanatnyilag. Délelőtt akkor otthon, az otthoni teendőket, mosás, főzés, takarítás, ilyesmi. Akkor délben egy kicsit leülök, amíg nem kezdődik az edzés, akkor olvasok, vagy rejtvényt fejtek, és utána jövök a pályára. Hétvége az pihenés, a szombat-vasárnap, akkor nem szoktam lejönni. Meg hát amikor ugye verseny volt, akkor a verseny előtti nap az is pihenő, bár ugye most mióta van ez a vírus, azóta nincs is verseny. Lóki Tamásné a közelmúltban vehette át az első alkalommal odaítélt Monsport Sarolta díjat. A kitüntetettek személyes életükkel a nemzet sportolója példáját követik, az idősekért dolgoznak, és nem csak a közvetlen közelükben élőkért, hanem szélesebb körért is felelősséget vállalnak. A pécsi sprintert mindezek mellett személyes célok is vezérlik. Én ennek nagyon örültem, mert így el tudok menni a nemzetközi versenyre is, mert főként a világbajnokság, ami Japánban lesz, így el tudok menni. Nagyon sok második meg harmadik eredményt értem el így nemzetközi versenyen, de szeretnék egyszer már az első lenni, mert ezt nem sikerült elérnem sose.